Október 17-én hétfőn a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzeti Edzőkéző Központjában bizonyítványosztás volt, és ennek apropóján beszélgetünk Volc Ákossal, junior csapatunk vezető edzőjével, hiszen Ákos az EHF Pro Licenszet edzőképzésen szerezted meg. Mesélj egy kicsit erről, Ákos, hogy kerültél ezzel kapcsolatban, mennyi idő volt a képzés, milyen volt ez a program? Hát egy év volt a képzés, tavasszal kellett rá jelentkezni, ott volt a felvételi, és ugye ősszel kezdtük a két fél éves oktatást, ami azt gondolom nagyon tartalmas év volt. Havonta egy alkalommal kellett részt venni a elméleti képzéseken, és ugye emellett voltak benne szakmai hetek, amin szintén kötelező volt a részvétel. Edzőképzésnek a legnagyobb motivációja az volt, ugye, hogy a győzőről példát véve csatlakozzak én is a mesteredzők mesteredzői cím megszerzéséhez, és szakmailag szerettem volna fejlődni, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen szükség van a tanulásra is. Egy igen illusztris társasággal végeztél, hiszen ha jól néztem, összesen 19-en végeztetek most ebben az évfolyamban. Milyen volt így maga a képzés belülről? Nagyon érdekes volt a képzés, többek között dr. Mocsai Lajos is tartott nekünk folyamatosan előadásokat, Sterbenc Tamás, a TF-nek a rektora tartott előadásokat. Nagyon érdekes volt, illetve részt vettünk a téli szakmai gyakorlaton, részt vettünk a EHF által szervezett mesteredző képzésnek a gyakorlati előadásain, ahol többek között Xavi Pascal, ugye, aki a BL-t nyert a Barcelonával, ő tartott bemutató edzéseket. Ez most, ha jól tudom, a legmagasabb fokozat, amit meg lehet szerezni az edzőképzésben. Hogy érzed, hogy erre a szintre jutottál, ez mit jelent neked, hogy ezt is sikerrel vetted? Hát leginkább azt mondanám, hogy papírba jutottam erre a szintre, de még ezekhez az edzőköz képest, akik jogosan viselik a mesteredző címet, nem csak a papírt szerezték meg, azt gondolom még rengeteget kell tanulnom, de lépés szempontjából mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ezt meglépjem. Nagyon sok olyan ingert kaptam, ami mutatja, hogy milyen irányba kell továbbfejlődni, miben kell sokkal többet dolgozni. Most igen nehéz lesz, hogy megszereztem ezt a papírt. Úgymond elvégeztem a legfelsőbb iskolát a kézlabdaedző témában, és mostantól, hogy képzem majd én magamat, hogy szerzek olyan ingereket, amivel tudok továbbfejlődni, de mindenképp az a cél. Nagyon gratulálunk, és nagyon örülünk, hogy sikerült ezt megszerezned. Abban mesélj egy kicsit, hogy a csapatod, a fiú junior csapat, ők hogy érzékelik azt, hogy egy mesteredző lett most már a vezetőedzőjük? Szerintem gratuláltak, nagyon sok voltak gratuláltak, de szerintem semmi nem változtatott ez a papír. A ingerek természetesen a tavalyi év folyamán változtattak, amit elkezdtem máshogy gondolkodni, elkezdtünk máshogy dolgozni. Azt gondolom, hogy meg is van az eredménye a tavalyi év után. Ugye a tavalyi évi brigádunkhoz képest egyedül a Lukács Csoma, aki tovább lépett és NB1B-ben jelen pillanatban is Kecskeméten egyre jobban megállja a helyét. Sok játék lehetőséggel, ennek nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy sikerült tovább lépnie, és sikerült annyi ingert kapnia itt tavaly, mind felnőtt, mind junior NB2 mezőnyben, hogy megállja a helyét NB1B-ben. És ugye mellette mindenki, aki itt maradt, teljesen egyben maradt a brigád, teljesen egyben maradt a csapat, úgyhogy most egyelőre nagyon jól muzsikálunk a 20-as bajnokságban. A Pik Szegedtől szenvedtünk egy gólos vereséget, és a többi mérkőzést sikerült megnyerni. Igen, ahogy mondtad, az idei évben most U20-as bajnokságban az első osztályban keleten szerepel a csapat, és emellett továbbra is kapja a kettős terhelést, hiszen NB2-ben is felnőtt mezőnyben játszik a csapat. Hogy érzed, mik az idei célkitűzések, mivel lennél elégedett a fiúknál? Hát a leginkább a célkitűzés az részemről is, és ezt osztom a fiúkkal, hogy minden meccsen próbáljuk magunkból kihozni a maximumot, de a szakmai cél mindenképpen az, hogy a játékosok csapatszinten és leginkább egyénileg és abból építve a csapatnak a játékát fejlődjenek annyit, hogy minél előbb a NB1-es felnőtt keretben megállják a helyüket. Ugye jelen pillanatban is a felnőtt keret tagjai többen, akik nálam kapnak játék lehetőséget, még azért nekik palírozniuk kell lentebbi mezőnyben, hogy NB1-ben az NB1-gel föl tudják venni a versenyt, de azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Bízom benne, hogy a következő egy-két évben sikerül annyi ingert adnunk nekik, sikerül annyit fejlődniük, hogy ők legyenek az új kezdőirányító, kezdőbalátövő, és
stb. Igen, most már évek óta te vezeted a legidősebb utánpótlás korosztályt. Hogy látod, hiszen egyre többen most már stabil játékosai a dabasi felnőtt csapatnak, hogy mennyire jó ez a folyamat, és mennyire lett vonzó ez egyébként más játékosoknak, hogy itt Dabason van előrelépési lehetőség? Igen, azt gondolom, hogy a koncepció nagyon jó, hogy a fiatalok kapnak lehetőséget, legelején ligakupán, és ahogy sikerül egyre jobban belejátszaniuk magukat a felnőtt keretbe, hozzá nyúl a vezető edzői stáb, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz, mert a magyar kézlabda rendszere ugye úgy van fölépülve, hogy ennek a korosztálynak, aki éppen még nem állja meg a helyét NB1 felnőttben, de már kiöregszik az első osztályú utánpótlás bajnokságokból, nem nagyon van versenyeztetési lehetősége, és nagyon nehéz tovább lépni és tovább fejlődni. Ott azt gondolom, még egy 2-3 év türelemre van szükség azoknál a játékosoknál, akik a saját korosztályokban nem válogatott szinten, nem kiemelkedő. De elvárható az idei csapatból is, hogy minél többen próbálják ki magukat, és ők tudnak ezzel majd élni. Igen, természetesen bízom benne, és csak ezért dolgozom nap, mint nap. Nagyon szépen köszönjük, Ákos, gratulálunk még egyszer a mesterezéshez, és sok sikert az idei szezonban. Köszönöm, köszönjük.